Pál Zoltán Arvisura Rovó magánlevele dr. Pataki Lászlónak, 1969. július 8. Ózd. Kedves Laci bácsi, nagyon örülök neki, hogy ilyen pesgő életkedve támadt, és annak is örülök, hogy ezt az életkedvet érkező levelek még inkább hevítik. Amit az a bizonyos szanka fősámán lerót és szalavárét ura nekem elmesélt róla, a magyar színházi élet filmforgatás, történelemírás és irodalom aranybányája lehetne, ha Nekünk a nyilvánosság számára lehetne írni, de sajnos azoknak, akiknek szabad írniuk, mindkettőnket csak vuin nérunak tekintenek. Akiknek pedig ez a foglalkozásuk azok esetleg megköszönik a gyűlölt közlő adatait, majd végignézik, mi közölhető belőle, mert nekik a megvetett közlő forintot és aranyat jelent. Írjő Salminen indítása alapján én a következő levelet kaptam. Kedves Pál elvtárs! Az Arvis lapok története igen érdekelt, és természetesen igyekszem közreműködni abban, hogy a műkincsek el ne vesszenek, hanem valamelyik múzeumban elhelyezést nyerjenek. Novosibirsk, 1964. július 9. Kiváló tisztelettel, Jancsenkov, Hat történész. Persze nekünk nem az volt a célunk, mint Vujin Nérunak, hanem ezzel jeleztem 1965-ben, nem tudok menni, jöjjenek a nyávrokonok. Egyetértek Laci bátyámmal abban, hogy adjuk közre Lona Gyíjó Ilona kilétét, a fiatal tündér Ilonát, aki foggal született, aztán a fiúktól jobban lovagolt, és az úz ötvösökkel együtt formázta az aranyedényeket, korsókat, hogy mint kis fejedelem üdvözölhesse a kishuga születését. Aztán valóban pereg a film, és a tündér lovas megnyeri a rimalányok versenyét, majd kismenyasszonyból nagymenyasszony, s végül, mint győztes, maga választhatja ki férjének Zsoltot, az Attila ivadékát. S végül az elkeseredett özvegyasszony minden tudományban megnyeri a nagy süánt, és Budavára kerül fejedelem asszonynak, hogy diadalmas harcot vívjon életben maradásunkért. Megemlítem még, Doma Sámán szerint a 495-ös év nagy távlovaglásán felső őrön férje beleegyezésével felveszi a keresztséget, és rejtve az Ilona nevet. De csak 520-ban hozzák nyilvánosságra, amikor házassági kapcsolatok révén összeköttetésbe kerülnek a kelet-római császársággal, és egy veszélyes háborút ezzel elsimított. Így uralkodása háborúmentes volt. Igor számival ebben az ügyben nem tudok érintkezésbe lépni, máskülönben a mordvinokkal kapcsolatban az és észrevétele volt, hogy régi istenségeiket akarták újból feleleveníteni. Természetesen ebben az esetben nem erről van szó. Mellékelten elküldöm Uvacsán Sámánnak a 142. Arvisura vázlatát, amelynek úgy Móricz János, mint Molnár Gábor nagy, igen hasznát tudna venni. Amit lehet közöljön velük. Megjegyzem, hogy a 150. Arvisurában az apjuk nyomdokában egy kun csoport is elindult, akik közül csak egy-két harcos került vissza, és azt mondták, hogy az indióknál otthonra találtak. Szeretettel ölelem és köszönti Laci bácsit, Pál Zoltán.